Üdvözlők a kedves hallgatókat, ez itt a Régi Vitézeknek immáron 17. adása, a stúdióban Mesterér János. Szervusztok! Én Bányai Ádám, és meghívott vendégünk Valdman Szabolcs. Szervusztok! És miért is Régi Vitézeknek? A Szent Háromságnak kinek imádkoznak, Krisztus másod személyen. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzát kiáltok, ki katonád vagyok, így kérlek vitézségre. Hát ezért. A mai témánk pedig a HEMA. HEMA külföldön és Magyarországon, és ezen belül minden, amiről majd csak szó lesz, amiről beszélni fogunk, hiszen Vadman Szabocs az Arsenis Lovavi Kör és Kardió Iskola Egyesület alelnöke. Dióhéjban kicsit mesélnél magadról először, Szabolcs. Szervusztok, köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Engem Waldman Szabolcsnak hívnak. Imáron um, immáron 13 éve foglalkozok középkori európai harcmizeteknek a rekonstrukciójával és oktatásával, um, elsősorban hosszú karddal, de előtte megfordultam a jiu a karatén kereszt, az ajkidonát a jajdóig, mindenféle ilyesmi helyen, és hát ott kezdődött valószínűleg ez az egész érdeklődésem a, harcművészetek iránt. Köszönjük szépen. És mióta kezdtél el magával a hosszú karddal foglalkozni, illetve az európai harcművészetekkel? No, hát ez 2003-ra tehető ez a dolog. Akkoriban úgy több barátommal éppen kifelé jöttünk keleti harcművészetekből, tehát ilyen fegyveres és fegyvertelen stílusok Ból, és nagyon kerestük az utunkat, tehát gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne csinálni, és fontos elmondanom, hogy amikor mi ezt elkezdtük, mi akkor úgy semmit sem tudtunk erről, még azt sem, hogy ezt valaki rajtunk kívül már csinálja. Tehát nagyon vicces volt, mi neki, úgy álltunk neki, hogy mi vagyunk a nagy zsenik, akik ezt kitalálták, hogy már pedig ilyet is lehet csinálni harcművészetként. Egyébként azt gondolom, hogy ez egyik oka, amiért az Ars Enzis egy kicsikét más is, mint a többi ilyen iskola, mert annyira így ott találtuk, ki, hogy mi legyen, hogy nézzen ez ki. És csak utána a azt követő egy évben, négy körül döbbentünk rá, hogy hát igen, ez van, ez nagyon van, tehát hogy ez külföldön már létezik, Amerikában komplet egyesületek dolgoznak ezen. Akkor ismertük meg Magyarországon az akkor még nagy lé, résztvevőszámmal operáló szágát, akár próbáltunk is együtt működni annak idején, akkor Hát ugye John Clemens volt akkoriban az, a, az az ember, akit leginkább úgy mindenki ismert, az ő könyveit sikerült megszereznünk, az ő videóit figyeltük annak idején, és akkor 2005 körül jött el az idő, amikor sikerült kapcsolatot létesíteni a Hemakkal, méghozzá Bart Walczak személyében, aki ugye egy lengyel Oktató volt, akkoriban a Lengyelországi Arma, tehát a John Clemens vonalnak volt a vezetője, és ő eljött hozzánk és meghívásra, és oktatott minket egy hétvégén keresztül, és akkor jó helyre rakta az alapvető tévedéseinket, meghívott minket a Hemakba, aminek hatására a következő évben már oktatóként voltunk jelen Dijonban a központi találkozón, ami fantasztikus élmény volt, így, hogy mondja, hogy belecsöppenni a sajátjaink közé, így, a, a, direktbe be a, a a szívében ennek a dolognak, és akkor úgy sikerült magunkat pozícionálni, hogy mi az, amit mi tudunk, amit onnan hozunk, hogy ilyen izoláltan, saját magunktól dolgoztunk, és mi az a rengeteg dolog, amiből tanulnunk kell, és a mai napig is tanulunk. És magáról, hema pár szóban tudná nekünk egy gyors felhomályosítást adni? Ugye nagyjából, a, ami nekem megvan, maga a HEMA az egy, az egy, az egy mozaik szó, ez a Historical European, Medieval Art Ból származik, és gyakorlatilag ez foglalkozik azzal, hogy ténylegesen hogyan vívhattak a, a középkorban. ennyit tudok róla nagy Igen, nagyjából ennyi is. Ö, a. a... Nehéz definiálni, mert ahány emberrel találkozok, nagyjából annyi különböző vélemény van arról, hogy mi tartozik bele és mi nem tartozik bele. Ha teljes spektrumát nézzük, akkor gyakorlatilag a 19. akár 20. századig tartó harcművészeteket is gyakorolják ezek a hemások, vagy egy historical European martial arts, tehát nem medieval, hanem martial arts. Ebből Ebből azt következik, hogy minden, ami európai és történelmi, az ebben jól belefér. Tehát gyakorlatilag a Lakan, így befejezőleg, től kezdve egészen, egészen akár a, gladiátorok, gladiátorokig lehetne ez, hiszen az is történelmi, az is európai, de hát úgy szokták meghúzni, hogy így, a, így az ezres az ezret forduló körül van a kezdete azoknak a művészeteknek, amiket ebbe belesorolnak. És hát ugye a hemában van versenyzés, a hemában van rekonstrukció, van benne harcművészeti oktatás, ez kinek ugye mit jelent. Van, aki rekonstruálja ez alatt a címszó alatt a kódexeket, de ugye egy az egybe rekonstruálja, van, aki, aki a, mozgáskultúrát mozgás kultúrát akarja megtanulni, és akár versenyeken alkalmazni. Tehát egy kicsi ez, ez egy ilyen, ez egy nagyon színes társaság. Kevés dolog van, ami a HEMA csoportokban azonos a középkor és a korai újkor, a fegyverek szedetén kívül. Az egyik az, hogy feketébe öltözünk általában, tehát fekete a vívóruha. Ezt próbálják néhányan megtörni, de nem nagyon sikerül nekik. Ez nem tudom, hogy alakult ki. Úgy utólag találtunk rá utalásokat, hogy a középkori vívók feketében vívtak azért, hogy a, a bekrétaporozott kardnak a nyoma látszódjon rajta, de nem ezért lett mindenki fekete, hanem azért, mert cool. Tehát ez egyértelmű jobban néz ki, mint a hófehér. Ezt mindenki tudja, hiszen feketék a, a igazán nagy harcosok, ugye a filmekben is, és hát éppen ezért, hogyha találkozunk másokkal akkor épp úgy érhet minket tehát fenomenális élményeink lehetnek, tehát az északiak, ilyen svédek, hollandok, dánok olyan mérhetetlen erővel vetik ebbe bele magukat, olyan sportemberek annyira kidolgozottak, annyira, annyira nagy erővel csinálják, mint hogy, hogy szó szerint elbújhat mögöttük nagyon-nagyon sok ismert sportág, de találkozni olyan hemásokkal, akik fogják magukat és az edzés közepén kimennek kávézni, ezzel is találkoztunk. Hozzávetőlegesen Magyarországon körülbelül hányan hemáznak? Hány hemással számolhatunk? Hű. Ha beleszámolunk mindenkit, aki fegyvert fog a kezében, akkor sok. Ha azokat vesszük csak, akik versenyeznek, tehát szó szerint megjelenik a versenyeken, akkor nagyon kevés. Hogyha úgy megátlagolom a kettőt, akkor azt mondanám, hogy pár ezer emberről beszélünk. Üm, Hát nálunk ugye az Egyesületben, az Arsenzisben olyan 250 fő regisztrál minden évben, tehát kb. ennyien vívunk, de ezek csak azok az emberek, akik, akik újra jönnek abban az évben, aki kihagyja, vagy kihagy pár évet és visszatér, az ebben nincsen benne. Tehát mi, én azt gondolom, hogy a 13 év alatt, tehát mondjuk 800 1000-1100 embert biztos elértünk már oktatással, plusz azok, akik nem mi vagyunk. Tehát egy, egy két-három ezer embert sejtek én, akinek valamilyen köze van, vagy volt az elmúlt pár évben a Hemához. Említette a rekonstrukciós vonalát a Hemának. Ez a rekonstrukció elsősorban mire terjed ki? Tehát értem azt, hogy gondolom elsősorban a vívás, de mondjuk anyagi kultúra szintjén ez mennyire jelenik meg? A HEMA tehát a nyugati harcművészetek azok azok, én úgy vettem észre, hogy a két dolog nem zárja ki egymást. Tehát vannak hagyomány, Dehát, más máshonnan. Vannak a hagyományőrzők. Ugye mihe mások úgy szoktuk definiálni a hagyományőrzőket, akik uh, rekonstruálják a felöltözést, az életmódot, ezzel megjelennek, akár vásárokon bemutatóznak ezzel, tehát ezt a fajta vonalat képviselik, és akkor ezzel szemben uh, mihe mások, akik uh, sima t-shirtben meg futócipőben edzünk és kardozunk, uh, tehát én ezt a különbséget látom így. És uh, mi volt a kérdés? Gyakorlatilag ez, ez igen, válaszoltál a kérdésemre. Ö, azt szeretném még kérdezni, hogy milyen fegyverek jelennek meg nálatok? A Hemának a központi fegyvere a hosszú kard, ezt nem nagyon lehet eltagadni. Ez egyrészt a vívókönyvekre is igaz. Rekonstrukciót kérdeztél, vissza fog <laughs> Jó, tehát a vívókönyvekre, a vívókönyvekre különösen igaz ez, hogy a középkori és a kora, koraújkori újkori vívókönyveknek a központi eleme ez a hosszú kard. Ez, ez marad valamiért, ez, sejtem, hogy miért, magát a, a, amiatt, hogy a, mennyire jól be tudja mutatni a vívó elméleteket. Tehát ez marad nagyon sokáig a vívó mestereknek a szimbóluma, a jelképe, ezzel avatják a mestert, Spanyolországba, Portugáliába már még akkor is, amikor már rég mindenki rapírt hord, akkor a vívóteremben még mindenki tanulja ezt a hosszú kardot. Nagyon-nagyon kései, tehát ilyen 16-17. századi vívókönyvek is vannak, amik ezzel még foglalkoznak, ezért ez így mond a központi fegyvere. Mi speciál foglalkozunk ezen kívül rapírral, egykezes karddal, két egykezes karddal, rapírral, törrel, egykezes kard és itt végtelen mennyiségben ezekkel a kombinációjával, két kombinációval, bottal, birkózással, törrel, és és lakannal, tehát ezzel a sétapálca harccal is. És az előző kérdésre így, amit föltettél, ez a rekonstrukció, hogy mennyire része, és hogyan van ez a rekonstrukciós dolog így a hemában, és hogy mit, mit, mi az, amit mi ebbe csinálunk. Hát ugye kifejezetten a mozgáskultúra, illetve amennyire ehhez hozzá tartozik maga a fegyverzet, és a mozgás kultúrához elengedhetetlen felszerelés. De ezt úgy ezt, e, értsd, van, aki olyan típusú ruhában vív, Hemát, ami az akkori típusú ruha, de nem azért, hogy hogy ezer fellépjen, vagy hogy korhűen nézzen ki, hanem azért, mert egyszerűen nagyon-nagyon praktikus. Tehát, hogyha valaki egy jó, aki melyerféle vívókörnek a nagyon mély, nagyon szélsőséges alappállását akarja megcsinálni, akkor egy ilyen jó, budyos nadrág nagyon jól áll rajta, meg hát szükség is van rá, és egy jó, ilyen nagy budyos inga, ami ugye manapság már nem kapható, sokan gyakorolják ebben, de azért ez inkább a kivétel. Rekonstruálni a vívókönyvekből elsősorban a vívást, mint mozgásformát szoktuk, aminek egyébként majd szívesen beszélek róla, de vannak maga kihívásai és nehézségei is. Fegyverek kapcsán olyan, mint láncsa vagy alabár nem jelent meg nálatok? Polacs. <laughs> Polacs. Oktattunk, tehát. Van egy ilyen repertoár, tehát mi az árszenzészben van egy repertoár, talán talán 20 fegyvernemből, de abból egyszerűen nem lehet mindegyiket mindig oktatni, nincs, rá, a, nincs rá egyszerűen hely, infrastruktúra, meg elég érdeklődő sem mindig, de volt már nálunk láncsaharc, harc és pollex kifejezetten, ugye páncélos harcot, ezt is oktattuk. Hát bot az van, és azért a bot az alapja ezeknek ö, a fegyvereknek. Vívókony van rá, ö, igény volna rá, hogy, hogy így mondjam, majd meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő, a lehetőség adott. Egy olyan kérdésem volna, hogy az, elsősorban ugye azokkal a fegyverekkel foglalkoztok, amik azért ö, bőven ö, van róluk leírás, bőven van róluk kódex, tehát hogy van egy, van egy jó ö, képünk, van egy a múltban elég jól informáltak minket így a jövőre nézve, hogy hogyan kell használni ezeket a fegyvereket. Ám de mi van azokkal a fegyverekkel, amikről nem sokat tudunk, amiknek egyáltalán csak ábrázolásokon láthatjuk őket, illetve leleteink vannak ilyen, például az egykezes kard és mondjuk a kite shield, vagy a csepp alakú pajzs, amit azért tényleg a lovaksághoz pont a kard és pajzs az egyik legjobban hozzátartozó fegyverpáros. Például mi van nekem mondjuk speciál ez az egyik nagy kedvencem. Lehet ezeket is oktatni, vagy ezeket is be lehetne valahogy vinni a hemába, attól függetlenül, hogy ezek nem nagyon vannak datá vagy datával vagy vagyok. Tehát nem nagyon vannak leírások róluk. Az az igazság, hogy a lehetőség adott, itt én, itt én tennék egy ilyen, egy ilyen különbséget. Én hiszek abban, hogy bárki alapíthat harcművészetet. És az lehet akár nagyon jó is. Hogyha megvan erre a joga egy újásiba mori helynek, akkor bárkinek megvan rá joga, hogy ő saját maga kitaláljon akármit. Én vallom azt, hogyha fogsz két embert, bezársz egy szobába két hosszú kard, és hogy nem jöhetnek ki, addig még nem találják ki, hogy hogy kell ezekkel harcolni, akkor a hosszú kard harcművészet lehet, hogy a két harmadát kibírják találni egyedül. Jó, nem egy nap alatt, de mondjuk valamennyi idő alatt. A maradékkal van a baj azzal a kicsi maradékkal, amit az a sok száz év tesz rá. Tehát, hogy az rendben van, hogy én és egy ellenség, vagy egy, egy barátommal, bocsánat, mi gyakorolunk hosszú kardozni, úgy, hogy nem értünk hozzá, és kitaláljuk, hogy ezzel hogy kell, biztos, hogy rájövünk az alapokra. Ez, ez, ez számomra egyértelmű. Na jó, de amikor ezt a fegyvert mondjuk tíz ember keresztül használják, vagy, vagy tíz csatán keresztül és száz pár bajon át, akkor kiderülnek olyan kis apróságok, hogy figyelj, hogy én így azért mégiscsak jobb lenne. Ez a pár centi számít, vagy olyan apróságok, hogy figyelj, innen lehet ám a hamis éllel ütni, csak egy kicsit ki kell fordulni hozzá, és akkor egy ilyen különleges szög jön amivel bizony-bizony le lehet győzni azt, akihez nem ért, és ezeket a pici dolgokat, amihez kellett ez a tíz emberöltő, azokat nem fogjuk tudni kitalálni. Tehát ez azt értem, hogyha most megnézzünk valakit, aki, aki a tudományos módszert a minimális ismeretével nekiáll, és fotók, és, és, leírások, és síremlékek, és leletek, és szobrok alapján valamiféle módon rekonstruál egy, egy pajzsos, kardos vívást, azt azt gondolom, hogy a java részét, amit látunk, az hiteles lehet. Hogyha ez az illető egy tudományos alapossággal csinálja ezt erről, visszatértünk, hogy ez ott mit értek, de hogyha ez megvan, akkor az már valahogy kinéz, csak ne higgye az soha senki, hogy így képes a teljes egészét felfedezni ennek a dolognak. Ez egyébként még a vívókód, tehát a vívókönyvekkel, kódexekkel, kizatokkal együtt is tudni kell, hogy hiányos lesz mindig is ez az ismeret, anyag. Köszönöm szépen, egyébként nagyon tetszett ez a válasz. Már csak azért is, mert mi elsősorban olyan fegyvernemekkel foglalkozunk uh, itt a stúdióból, amiknek szinte semmilyen leírása nincsen, mint a Szabjának a 9. századból, illetve ugye a paskardnak maximum csak ábrázolásai. Uh, mit gondolsz más hasonló sportokra, amit a modern kor úgymond kialakított, de régi alapokra? alapozva. Ilyen például a buhurt, ami most már egy nagyon-nagyon ismert és közkedvelt modern sport alapvetően. Ugye van egy nemzeti válogatottunk is, mert kétszer voltak kint a prágai világbajnokságon, illetve egyre-egyre többen vannak, és ott is foglalkoznak életközépkori fegyver forgatással, de elég más szabályrendszereken. Mit gondolsz ezekről? Hát Természetesen imádom. Tehát amikor kimut válogatott, én a Facebookon nyomogattam a lányokat folyamatosan, akár amikor felkerült egy fotó vagy videó, nagyon jól néznek ki. Tehát ez az első, ezek a srácok eszméletlen jól néznek ki, nagyon komolyan csinálják, harciasak, büszke vagyok rájuk, bár amennyire én nekem ez jogom van egyáltalán. Hogy mit gondolok róla? Szabad ember, azt csinál, amit akar szabad világban, vagy amit szabad pontosabban. Hát ugye Rövid ahhoz az élet, hogy nagyon megfelelni akarjunk másoknak. Hogyha valakinek azt tetszik, hogy ő akármilyen szabályrendszer szerint, akármilyen páncélba akar verni egy másik embert, és erre valaki ad neki keretet hozzá, akkor csinálja. Tehát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem, hogy ez ne lenne jó, hogy a korhűségét pedig azért ne azért nehéz megítélni, hogy, mennyire korhű egy ilyen, mert akkoriban is voltak ehhez hasonló, eh, hasonló tornák. Sőt, maga a lovagi torna fogalom igazából ezt jelenti, amennyire én tudom, hogy életlen karddal, páncélban félhülyére verik egymást harcias fiatalok, és röhögnek utána a markukba, hogyha valaki nagyobbat kapott a keleténél, hogy úgy mondjam. Hát vannak a múzeumban olyan sisakok, olyan kardok, ami kifejezetten úgymond a régi típusú lovakkori eh, buhútról buhútra készült ugyanolyan emberek voltak akkor is, mint most, ugyanúgy élvezték verni a másikat, mint most. Szerintem ez szép dolog. Szerintem ez jó dolog. Uh -huh. Uh -huh. Te oktattál egyébként még, emlékszem, egyébként a hallgatóknak csak, hogy elmondjam, én is tanultam még anna az arszenizbe, és a Szabolcs is tanított engem. Emlékszem, hogy tanítottál régen páncélos vívást is, de azt is ábrázolások, illetve kódexek alapján. Jól emlékszem, ugye? Páncélos harcművészetet. Igen, jól emlékszel. Időközben ebből egy kicsit kikerültem a tepsi épségem miatt, de valóban nekem nagy. Sőt, én igazából ezt is onnan kezdeném, hogy amikor én elkezdtem a hemát, nekem az nyilvánvaló volt, hogy páncélnak lenni kell ember páncél nélkül nem lehet, hemás páncél nélkül nem lehet. Valahogy én azt képzeltem el, hogy aki elkezd kardozni, az azzal kezdődik hogy megy a bánsági Mátéhoz, és rendel egy páncélt. Ez az alap. Mi így is kezdtük, aki bejött hozzánk, mennyi páncélt rendelni, és ment páncélt rendelni. A rekonstrukciót azt, hát a páncélos hát ott egyébként jobban és könnyebben lehet rekonstruálni, mint a páncél nélkül itt, mert több hozzá a lejegyzés, vagy a feljegyzés jobban leírt, jobban lerajzolt, és a technikák is. Hát nem azt mondom, hogy kevésbé szofisztikáltak, mert az nem lenne igaz, de a vívás elmélete az egy kicsikét más jellegű és jobban ábrázolható. Ugye az első forrás, amit ott használtunk, az a Martin Hünzfeld, vagy Hunzfeld Hünzfelder, attól függ, melyik könyvet nézzük, nevű középkori páncélos oktatónak, vagy lovagnak, eszemdük, hogy ő kicsoda volt, a forrása volt, amit én lefordítottam émetről angolra és magyarra, egy kis adtuk egyébként Amerikába ezt egy, egy um, Masters of <coughs> Medieval Arts című könyvben, a Paladin uh -huh. Pressnél jött ki, és hát ezzel az alapján kezdtünk el dolgozni, belevett Alhoffert, meg Hans Zinnert, és akkor ez így egy ilyen alapja volt ennek. Én a mai napig, tehát nem sok lasszabb dolog van szerintem, mint a lohagivérteket, tehát a lohagivértes múzeumban leülni egy perce. Uh hogyha már így rátértél a kódexekre, illetve a kódexeknek a, a alkalmazására, mesélj egy kicsit arról, hogy ha egy, egy, új kódexel találkozol, vagy amikor legelőször találkoztál kódexekkel, akkor hogyan kezdtél el velük foglalkozni tudományos alapon, vagy hogy kezdted őket úgymond rekonstruálni, hogyan vett, vitte át a való életbe azokat a rajzokat, azokat a leírásokat, illetve hogyan viszed át és adott tovább a mai napig a diákjaidnak. Hú, ez nagyon sok kérdés volt, de hosszan fog válaszolni, nem Jó, gond? Nyugodtan nyugodtan. Jó, kezdjük az elején. Öm... Az első, hogy uh, hát, én következőképpen kezdeném a választ. Először is van olyan könyv, tehát nem, nem mindegyik vívókönyv kódex, nem mindegyik vívókönyv kézirat, ezek ilyen egymást átfedő szavak, tehát vannak úgynevezett kódexek, amiben több különböző írás is szerepel, és mellette vívó tanítás is. Vannak kézirataink, amik vagy későbbi vívókönyveknek a kézzel jegyzett előzetes ilyen írománya, vagy pedig egyen terve, vagy eleve egy ilyen saját jegyzete valakinek, például Tálhoffer ilyen, vagy, vagy a korai Lichtenauerek mind ilyenek. És vannak a, nyom, a, a nyomtatott vívókönyvek, ezek is nagyon régiek, de már nyomtadá, nyomdából kerültek ki. És van a kettő között egy ilyen fura átmenet, amikor mindenki megmarul a győződve, hogy ez egy nyomtatott könyv, és kiderül, hogy, hogy az emberke úgy írta végig, hogy nem hiszed el, hogy de igen, de kézzel írta úgy, hogy nyomtatott lenne. Elképesztő, ilyenünk is van. Ö, bolonyai mesterek közül kerül ki, azt hiszem a, a, Anonimó talán, aki, aki így volt képes megírni egy könyvet. Na, és most. Amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy a vívókönyvekből nem az a nagy kihívás, hogy fogjuk és kivesszük a technikát. Tehát sokszor nagyon jó a grafikák, sokszor nagyon jó a leírás. Tedd előre a bal lábadat, tedd hátra a jobbot, vedd a bal válladra, haj üssél rá lépjél hozzá így meg így meg amúgy. Ez nem nehéz. Tehát ez szó szerint bárki foghatja és megteheti, hogy elolvassa és rekonstruálja. Az igazi kihívás az az, hogy ebből hogy csinálsz tananyagot? Mert ugye nem az a kérdés, hogy te most ö, megtanulod rekonstruálni az az egy szem mozott, ami le van írva, hanem azt jobb, hogy, hogy fogsz csinálni egy vívót. A vívónak viszont tanulnia kell. Hogy tanítod ezt meg egy év alatt, három év alatt, tíz év alatt, miféle tananyagot építesz, ami ehhez kell, és ennél még nehezebb, hogy hogyan lesz belőle ö, képességfejlesztés. Tehát mik azok a képességek, amik ehhez kellenek? Hát jó, lépni tudni kell, persze, el kell bírni a kardot, persze. Na jó, de most a kardot azt az edzésemben melegítésként, vagy kar nélkül melegítek be. Kell nekem edzőteremben sokat emelgetnem, vagy nem kell sokat emelgetnem, mert pont, hogy káros a víváshoz. Ez, ezek olyan kérdések, amiket nem fog megválaszolni az ember vívókönyvből. Ez bizony, egyrészt kell barom is év, nagyon sok ember, akin lehet, hát kimondom, kísérletezni, és kell ö, egy tudományos alázat, vagy egy ilyen egy, egy, egy kutatói alázat hozzá, és persze megfelelő végzettség sem állt. Néha ugye nálunk az oktatók azok végzett képesített, és oktatói rendelkeznek. hogy a modern tudományt is be tudjuk így, fel tudjuk használni az oktatás módszertanunkhoz. Na most, hogy állunk hozzá? Azt tudni érdemes, hogy az amatőr és a laikus és a rajongó az hivatott megváltoztatni a világot. Tehát hiába próbálják elhitetni azt, hogy csak az akadémikus képes komoly dolgokra, ez nem igaz. Nagyon sok tudományos áttörést pont laikusok, matematikában volt, éppen tegnap néztem egy, egy adást erről, hogy mennyi, mennyi laikus hozott nagy újítást matematikában, fizikában. Tehát igenis foghatja az ember kinézhet magának egy napot, kinyitja szépen a vivókönyvet, és szépen a lakótelepen elkezdheti rekonstruálni, és fog csinálni olyat, aminek van értelme. Szemben egy akadémikussal, ahol vannak nagyon rossz tapasztalataink, olyan emberek, akik ezekkel a vívókönyvekkel dolgoznak, mint végzettség, tehát eh, akár történészek, akár, eh, akár könyvtárosok, például a Bécsi Központi Könyvtárnak a vezetőjét itt fel tudom hozni példaként, aki viszont épp ellenkezőleg az, ami minket érdekelne, abba borzasztó amatőr módon eh, foglalkozik. Tehát, tehát nagyon rossz következtetéseket von le, és butaságokat beszél a vívásról. Annak ellenére, hogy neki az lenne a szakmája. Tehát a laikus lehet ügyes. Ami a probléma, hogy ezzel fogom lezárni ezt nagy ö, körmondataimat, hogy viszont a, akinek a végzettsége olyan, az megtanulja, mit jelent kutatni, és hogyan kell kutatni, mit jelent a tudományos módszertan, mit jelent ennek a, a megfelelő ö, kezelése, és ennek hiányába születik, születik meg az a rengeteg ö, baromság, ami közszájon forog a vívással kapcsolatban a mai napig a vívókönyvekkel, mert jön az ember, aki a laikus, aki ugye hivatott arra, hogy kutassa ezt. Én megadom neki ezt a jogot, de két nap alatt levonja a következtetést, nem csatolja vissza, nem ellenőrzi, fogalma sincs a környezetről, a kontextusról, hogy ugye megtanulna egy történész, hogy figyelje, hogy én erre is foglalkoz, meg azzal is foglalkoz, vagy ha beleolvasna, vagy olvasna, ugye, ha lenne hozzáférése külföldi anyagokhoz, amik már készültek ebben az ügyben, ebben a témában, hogy értse, hogy mit ért félre, és úgy mondja ki a okosságait. Hát azért, bocsánat, a korai években, 2003 4 ben kijött könyvek, ma használhatatlanok. Ezt akartam ebből kihozni. Mm. Használhatatlanok. Van olyan könyv, nem mondok írót, amerikai, aki már 30, nem, tizedik javításánál tart a fele írásos volt, a másik és az interneten hozta le, volt, amit, amit Youtube-on magyarázott, hogy miért úgy értette akkor, és nagy nehezen belátja, hogy na jó, mégse úgy van. Szóval valahol félúton kell, azt gondolom, tehát a laikus, aki neki kell kutatni, fogja meg a kis vívókönyvét, nézegesse, foglalkozzon vele, de megfelelő alázattal. Igenis képes lehet arra, hogy ezt ő feldolgozza, de nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, és figyelni a kontextust mindig. Tehát egyszerű, egy utolsó példát mondok, lehet, hogy kitérünk még rá később, Tálhoffer vívókönyve. Tálhoffer egyszerű esetnek tűnik, mert sok vívókönyve van, tehát kilenc vívókönyv az, amit ő írt, és további 18, amit róla másoltak, vagy készítettek másot, tehát, hogy neki készítettek hozzá, az összesen már 20-valamennyi, ugye? 28, és akkor ezek megjelentek digitálisan, és tehát 50 közeli forrás az a lényeg, ami Alhofer. És képek vannak benne. És nagyon gyakran hallani az, hogy hú, én Tálhoffer szerint vívok. Vívsz a fenét vívsz. Mert Tálhoffer szerint nem lehet vívni, csak nagyon-nagyon sok alázattal és hozzáértéssel. A szöveges részét én sem értem a semet azt nem ilyen parnaszusról mondom le, hanem nekem elég jó a németem, tehát én Ausztriában tanultam nagyon sokáig, szinten a nyelvi szinten beszélem, de nem tudom feldolgozni Talhoffert gyakorlatilag. A képes része az viszont Isten és nem párbaj, és nem csata, és nem dívívás, és ahhoz pedig kell a szabályok az ismerete, amiket ott alkalmaz, hogy miért tud csinálja. Tehát ha valaki azt mondja, hogy Talhoffert szerint vív, akkor jobb, ha nagyon tudja, hogy mit csinál mert jön a kritika nagyon hamar. Úgy hát köszönöm. Egy pillanat. Most vagyunk. Köbben. Igen. Arra szeretnélek kérni, hogy mondj egy zeneszámot, amit a hallgatóknak küldeni, és mondd el, hogy miért. Ez nem lesz lehéz, legyen nightwish az Elan, ami az új albumukról van, azon kívül, hogy fantasztikus, az egész albumnak a témája az evolúció és a és a tudományos szemlélet a vallással szemben tehát rossz már nem lehet. Hát köszönjük, és íme a szám. Ez volt a régvitéznek újítás. Most pedig térjünk vissza a témánkhoz, térjünk vissza Valdman Szabolcshoz. Az én kérdésem az lenne, az előző válaszodban említettél egy ilyet, hogy kell-e súlyokat emelgetni vívás előtt, vagy sem? Káros-e ez, vagy hasznos? Ez engem nagyon érdekelne, hogy ti miért jutottatok. Jó, hát nekem a mérvadó, tehát ö, ö, Európában oh. ebben a hemában ebbe a közel tízezeres közösségben, ami egész Európában így van. Van egy 4, 5, 6, 7, 8, 10 mérvadó, oktató vagy versenyző, akinek úgy szoktunk hallgatni a, a, a szavára. Ezeknek az egyik legjobbja Alex Kirmayer, aki azt mondta nekem szemtől szembe, hogy már pedig a vívás edzi a víváshoz szükséges izmokat amit nem edz, az a derekunk, ezért kell derekat edzeni, tehát a hátunkat, hogy ne legyen deri, gerincsérvünk, a hasunkat, hogy tudja tartani a gerincünket. Ő igazából ezekre koncentrál, minden mást, maga a vívás megedz, pár száz ütés után bárki tanúsíthatja, hogy igen, ez így van, hogyha egyszerre sokat kardozik. Ugyanakkor a versenyszerű hemának a nagy nagyjai, ezek az északiak ezek, ezek úgy néznek ki, mint hogyha most jöttek volna valamelyik Men's Health magazinnak a borítójáról. Tehát ilyen kigyúrt izompacsértákra gondoljunk, és ők győznek. Most, hogy amiatt győznek-e sokat, mert erősek vagy nem, ezt nem tudom megítélni. Én nem gyúrok. Én kizárólag futok, és nekem ez teljesen elég és megfelel. Hogy néz ki nálatok egy év? Tehát, mit csináltok ö, egy, egy, egy év során? Gondolom, rengeteg edzésetek van, versenyek is lehetnek. Csináltok -e olyanokat, hogy ö, bemutatók, esetleg fellépések? Előfordul, hogy bemutatózzunk, de ez nagyon ritka. Tehát ez nem célja az iskolának, nekünk ez nem feladatunk, nincs benne a, a, a céljaink között. Mi azért vagyunk, hogy az embereket megtanítsuk erre a harcművészetre. Néha előfordul, hogy meghívnak minket ide-oda, hogy mutassuk már meg, hogy mit csinálunk mi, és, és legyen belőle egy kis bemutató, egy kis, egy kis élő történelem óraszerű valami. Néha előfordul, de nem jellemző. Az évünk az úgy néz ki, hogy elkezdünk szépen edzeni szeptet, Tehát mi követjük az iskolai évet először is, teljes egészében szeptemberben kezdünk. Van az egyik fél év, második fél év, nyáron ilyen nyári edzéseink vannak abban az városban, ahol éppen ez lehetséges, van egy nyári edzőtáborunk, ez a központi nagy-nagy rendezvényünk, ez egy hetes, ahol ilyen, hát az iskolának a fele általában harmada megjelenik, úgyhogy ilyen 110 szoktunk lenni, <coughs> ide hívunk külföldi vendégoktatókat, meg mi is oktatunk, egész héten csak kardozunk, ezt mi nagyon-nagyon szeretjük, van amikor éjszaka is, van amikor hát ilyen nappal gyakorlatilag csak kardozás az egész, és évközben pedig szépen előre megírt tananyag és tanterv szerint haladunk, és ebben van igazából, úgy, van egy ilyen iskolai rendszerünk, van egy négy éves alaprendszerünk, amit úgy hívunk, hogy alapoktatás, ez egészen az úgynevezett free scholar szintig oktatja a tanulókat, és van egy három éves, minimum három éves provoszt oktatás, ami egy ilyen felső iskola, felső oktatásszerű környezetbe helyezi ezt, ilyen pontgyűjtős, regisztrál, regisztrálós, mindenféle tantányokat hallgatós iskolát képzeljünk el, és így összesen 7 évnyi tananyagunk van. Na most, mivel nincs semmi se külbevésve, és mindenki saját maga dönti el, hogy milyen gyorsan akar előre haladni, ez a 7 év, ez általában inkább olyan 10, mi ennyi tananyagot tudunk jelen pillanatban leadni, és hát ez az, amit így, így, igazából évközben különböző helyeken csinálunk, de különböző edzéseken sem. Tehát van kezdő, középhaladó, egy középhaladó, kettő haladó, és a provost oktatásunk. Merre járt a nagyvilágban a a révén? Látom, hogy Majorkán is megfordultál, ahonnan aranyérmet hoztál el, hogy itt van ez a Franco-Belga tournament, ez, ez valószínűleg, vagy Franciaország? Ah, ez Hollandia. Akkor így jön össze. Szóval ezeken a helyeken jártál, -e, merre jártál -e még, és esetleg van-e olyan történet, amire szívesen emlékszel vissza és megosztnál velünk? Hű! Hát, oktat, hát volt lehetőségünk részt venni résztvevőként és oktatni is nagyon sok helyen, tehát Németországban, Ausztriában, Svédországban, Franciaországban, Spanyolországban, Szlovákiában, most így hétlen, hétlen ennyi jut eszembe, ez különböző városokban volt már olyan rendezvény. Az én kedvencem ezek közül Dijon, ami Franciaországban van, nyilván. Ennek az a, az a, háttere, hogy ugye ez volt a hemaknak, ami egy ilyen korai szerveződése volt a HEMA oktatóknak, ez volt a központi találkozó hely, és az első igazán nagy HEMA, ilyen, ilyen Woodstock. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ott, ott összegyűjt mindenki, hát ilyen, itt, száz kör, körüli oktató, tehát egy kifejezetten oktatók, plusz még, fele, még, egyszer fele ennyi csak simán résztvevő. És akkor ott volt ilyen akadémiai elő, előadások, edzések, kajálások, kocintások, és nagy-nagy információ és csere, persze, de oktatók között. Én a mai napig ez kedvelem a legjobban, de ez már szinte teljesen elvesztette a, rele a relevanciáját ez a Dijon-i találkozó. Egy lett a sok közül, sőt, igazából egy elég alacsony szintű lett a sok közül, mert most igazán azt mondja valaki, hogy nagyon akkor mondd meg, hogy mi a Hemának a rendezvény, azt mondják, hogy a Swordfish, tehát a svédországi, göteborgi nagy rendezvény, és a Drain Event, ami egyébként Bécsben van, tehát igazából nagyon közel, és lehet, hogy még vannak helyek, én a hallgatókat nagyon-nagyon biztatom, Hogyha valahol el akarnak menni, akkor menjenek Bécsbe, menjenek a Drain Eventre, fölmennek a Drainságnak a honlapjára, YSCH, slag regisztrálnak, és szépen elmennek, angol nyelven vannak az oktatások, fantasztikus a környezet, adnak kaját, szállást, mindent. Ez, egy, ez, ez, a két rendezvény az, ami most igazából így a, a központi lenne. És hát jó történet, <laughs> nagyon sok nagyon jó történetem van. Nem annyira pozitívat fogok megemlíteni, de nekem ez inkább kedves. Tehát én nagyon szeretem ezeket az embereket, ezt mondanom kell. A külföldi oktatók közül tudnék sorolni név 50-et, akit, akit, egyszerűen imádom őket, akikről most beszélni fogok. Szóval hogy megérkeztünk Dizsomba először. Ugye mi nagyon kemények vagy voltunk. Tehát így, így magyarként, így eleve a vérmérsékletünk, eleve ugye mi a távolkerti stílusokat vettük így alapul, hogy hogy kell csinálni egy ilyet, tehát ott aztán nálunk fegyelem van, meg, meg keménység, meg edzés, meg mit tudom én, és megérkeztünk oda ilyen nagy lelkesen, csomó pénzünkbe került, már pedig be fogunk állni minden edzésre, mindenkit nagyon verünk, mindenkit kihívunk, hú, nagyon jó lesz. És akkor látjuk ám, hogy ezek az emberek, ezek, ezek ki vannak terülve állandóan. Tehát ott van, mit én megékezünk pénteken, de szombaton már fetrengenek a teremben, edzenénk, ott vagyunk, illet kihívni valakit párbajra, és hát szükségünk volt egy jó hat évre, mire rájöttünk, hogy ez miért van. Ez nem azért van, mert hogy ők gyengék és fáradtak, hanem azért, mert rajtunk kívül mindenki a kocsmában van egész éjjel. És ez úgy, ezért, ja, hogy, ja, hogy, te azért fekszel, mert részeg vagy, bocsánat. Ez nekem olyan jó felismerés volt, de azért ez is inkább, hogy mondjam, tehát ez ilyen kis kedves történet nekem, de azért, azért van ott olyan is, aki, aki azért készen áll mindig a harcra, bármelyik pillanatban. Um. Ooh. engem az érdekelne, hogy esetleg, hogy térjünk vissza talán ugye a vívás részére, milyen esetleg, milyen olyan fegyvernemek vannak, amiket szeretnétek bevenni a Hemának a rendszerébe, hogy az árszínszem belül tanítani szeretnétek. Mert emlékszem, hogy pont az ilyen nagyobb eventeken, eseményeken, például egy ilyen karácsonyi edzésen, akkor mutattátok be először, hogy egyébként van sarlóvívás, és akkor ott ültem a többi diák közt, és néztük, hogy hú, hát ez nagyon menő, ezt, ezt majd szívesen tanulnám én is. Vannak most ilyen új fegyverek, ilyen exotikusok, amiket esetleg majd rendszerességgel is fogtok tanítani? És vadi újak? Hát van olyan, ami új. Hát, na jó, hát nekünk nem annyira új, de szerintem így a, a közönségnek közönségetlen új lehet, hogy nagyon látványos, van ilyenünk, hogy egykezes kard és köpeny. Tehát bemelegítéskor ezek a srácok úgy néznek ki, mint ha Batmanek futkoznának keresztül a termen, tehát karddal. Nagyon nagyon vidám látvány. Na, de amikor elkezdenek vívni köpenyéről, súlyozott köpenyerről beszélünk, az nagyon klassz dolog. Ugye, nem, valóban, tehát volt kezdeményezésünk, volt ugye a kaszaharcra, és a sarlóharcra is. Tehát mostanra már szint, szinte lehetne felszerelés is a sarlóból, abból viszonylag könnyebb ugye ilyen <coughs> gyakorló sarlókat készíteni, ahogy brutális. Tehát az, ha valami, akkor attól megkülön az embernek a, a, a vér, hogyha azt látja. De itt is az van, hogy egyszerűen annyi minden van így is, és annyi mindent szeretnénk csinálni, és olyan alapvető dolgokat is nehezen látunk el, mert egyszerűen, ugye non-profit társaságként, tehát hogy mi ebből fizetést nem látunk, a normál élet mellett csináljuk. Tehát az, hogy eleve ennyit is tudunk nyújtani, ez is szerintem világcsoda. És bizony, hiába akarnánk látni például pont a Sarlót, jelen pillanatban ott tartunk, hogy helye nem lenne, mert hogy van egy ilyen központi termünk, ahol minden hónapban egyszer egész nap csak ezeket a különleges fegyvernemeket tanítjuk, de ez is úgy néz ki, hogy már három felé van osztva a terem, és így reggeltől estig feloszva sávonként annyi fegyvernemet tanítunk, hogy gyakorlatilag nem fér már bele. De hogyha választhatnék, egyet nekem az a sarlóharc lenne, ami így tutira teleraknék vele egy termet, csupa ilyen sarlós fiatal ö, vívóval, de az megint olyan, hogy Ugye mi annak idején bemutatózást és a gyakorlást és a kutatást, az ugye igazi sarlóval csináltuk, de hát az, az, az annyira életveszélyes, tehát ahhoz képest a kard az egy vicc, amilyen a sarlóvívás, mert ugye a hátulról támad mind az északi szél, szemből ütök és a hátba áll bele, megfoghatatlan, kontrollálhatatlan, nagyon-nagyon gyilkos, ebből kéne csinálni egy olyan fegyvert, amit lehet ugye biztonságosan gyakorolni vele, amit lehet csinálni, de nem 10.000 forint alatt. Most oda megyek valaki, ezt a részes szóval vegyél egy olyan sarlót, ami éppen csak kaszálásra nem jó. Sarlót, de ugye kaszált, amivel éppen csak füvet nem lehet vágni, és fizess érte 25 forintot, vagy 30-at, akkor hát nem fogja megtenni. Tehát egy ilyen fura dolog van ezzel, de ezt nagyon szívesen látnám. Tehát úgy látom, hogy maga HEMA az egy organikusan és ö, szépen fejlődő sportág. Tudnánk ehhez kötni mondjuk egy, egy kezdő időpontot, hogy mióta van Hema Európában? Vagy ez, ez szervesen kapcsolódott a, a polgári vívóiskolákhoz, és, és mindig is volt hasonló törekvés, csak mondjuk a HEMA az, ami, ami kimondta azt, hogy na most akkor ezzel fogunk foglalkozni innentől kezdve hatányozottan. Azt gondoltuk, hogy tudjuk erre a választ korábban. Tehát mit én 5-10 évvel ezelőtt erre azt szoktam válaszolni, hogy így a 80-as évek, és akkor kb. Olyan 25 éves harcművészet. De most egyszerűen ez is az fajta kijelentés volt, amiről beszéltem, az a, az a informáltság hiánya mondatta ezt velem, mert mostanra tudjuk, hogy a szó legszorosabb értelmében a hema nem halt ki. Tehát folyamatosan próbálkozták, próbálkoztak visszahozni. Mindig is voltak ö, ö, próbálkozások, hogy a hosszú kardot ö, használják. Tehát a báticcut, hogyha nézzük, a báticcuban is hirdettek hosszú kard és kétkezes kard vívást. A, valami egészen furcsa dolog előkerült, amit, amit ö, nem is tudunk hirtelen hova lakni, hogy a kora 20. századi, így mondom, Második VH előtti Németországban próbáltak hosszú hallott például oktatni a fiataloknak megfelelő okból. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy igazán nem állt le ez a kísérlet soha, de mindig kudarcba fulladt azután. És amikor eleve egy kicsit úgy megállt az egész, a, tehát a Hemának egy komoly csapás volt ugye a francia forradalom és az azt követő forradalmak, amivel a CHS rendszerek felbomlottak. Ugye a Céhes rendszerekben volt az oktatás. Utána, amikor elkezd egy vívómester oktatni már, és már nem kötik a cégtörvények, és már nem ö, ilyen, ilyen baráti társaságban és nagy társaságban vív, hanem szó szerint vívó iskolát, a mai életembe vívóiskolát iskolát működtet pénzért, akkor ez egy megélhetési kérdés, akkor már nem arról szól, amiről ma szól, és akkor kezd el arról szólni, amiről most szól, hogy elmenek egy vívóiskolába, iskolába, ahol az éppen trendi fegyvereket fogják oktatni. Miután bekerül egyébként egyetlen ember, pénzén múlott, hogy éppen melyik három fegyver nem kerül bele az olimpiába az akkoriak közül, hogy ez volt ugye a tör, párbajtör és a kar, nem igazából szabja. És ez, ami nem ez volt, az semmi perc alatt hát ki akar olyannal vívni, ami régi, ugye? Tehát a céhes rendszerek, a hagyománytisztelő rendszerek, azok még megtartották a régi vívó tudást, a régi vívómestereket, és ezért így a, a francia forduló után szép lassan ezek így eltűnődeznek, de nem teljesen. Ami komoly csapás volt, az a két világháború, ami ugye kiirtotta a nemesség ö, egy <coughs> nagy százalékát, ugye az a első világháborúban a korai tiszteket, a második világháború pedig minden, tehát ami, ami világégés akkor volt, az nagyon kevés dolog élte túl, többek között ez sem. Viszont utána azonnal újra. Tehát van olyan, olyan újságborító, ami így 1950-es évekből, és már azon a borítóján, hogy ez egy, mi is volt a címe? Uh, Am Gentleman. Valami hasonló. De mindegy, a, a fegyveres úri ember, ez a cím az újságnak. De az újság borítva egy Tálhofer kép, kép, van, ez egy 70 éves újságról beszélünk. És az, a, és az a foglalkozott, az a szám, amiről beszélek, hogy milyen cipőben vívott volt Talhofer azon a képen, ez volt a témájanak az újságnak. Ez 70 évvel ezelőtt volt. De ami igazán, azt gondolom, hogy ami válasz a kérdésedre, ami ezt igazán megdobta, az az internet. Tehát az most, hogy, hogy tudjuk, hogy hogy, hogy volt a Bárticu, volt utána a, a, a Cold Steel időszaka. De ezek az emberek nem, tehát volt 12 tanítványuk, érted, és akkor a 12 tanítvány tudott éppen akkor hosszú kardozni. Ma azt lehet mondani, hogy fölveszed a telefont, fölveszed az internetet, kinyitod a telefonodon a, a, a böngészőt, és bárkivel beszélhetsz. És ez egy igazi robbanás volt, pont 2003 körül, amikor mi nekiálltunk, akkor, akkor találták meg egymást az emberek. Tehát mi azt hiszem, két dízsont késtünk le összesen, és a harmadikon már ott voltunk, és utána robbanásszerűen, tehát így azonnal. Az információ, ma annyival gyorsabban elérhető, hogy ezt ez nem, lehet, nem lehet összehasonlítani. Tehát, hogyha valaki mondjuk 50 évvel ezelőtt kezdett venni, mondjuk, ezt, ez, ez most Bécsbe elment, a, a Bécsi Könyvtármúzeumban, vagy a központi könyvtárba, és ott van mondjuk 7 darab vívókönyv, amiről tudok, csak azt a 7 darab vívókönyvet el tudta olvasni. Te nem tudtál olvasni azt a hetet, ami mondjuk Franciaországban van, mondjuk, mondjuk pont uh, Párizsban. Vagy ha még oda el is utazod, akkor mi van a többivel? Tehát ma én együltő helyemben a számítógépen elérek olyan száz darab vívó könyvet azonnal. És így ez az, a, ez az a, robbanás, ami így elhozta ezt a mai nagy hema mm, őrületet, mondhatom így. Talán hozzá kapcsolódik az én kérdésem. Mesélni egy kicsit a ö, történelmi ö, polgári vívóiskolákról, tehát a történelemben hogyan jelentek meg mondjuk Magyarországon. Miket tudunk magyar vívóiskolákról? Hát a történelmi polgári vívóságról fog tudni beszélni, a magyar vívóiskola, magyar polgári vívásról nem nagyon fog tudni beszélni, mert mi ugye a történelemnek rossz felén voltunk, a történelmi szexnek. ugye szokták mondani, hogy jó, az csak jó felén kell lenni, hát mi nem a jó felén voltunk. Ebből, a, ebből adódik az, hogy szinte semmi nincs, és ami van, az is azért van, mert nagykegyesen visszaadták. Tehát, hogyha megyünk itt én egy múzeumba, akkor nem azon ott, amit meghagytak, amit visszakanyörögtünk azóta. És Hát emiatt szinte semmit sem lehet tudni a mai, mai, Magyarország területén lévő akkori vívásról. Viszont, amiről van némi fogalmunk, az az akkori Magyarország területén lévő vívás, tehát mondok, például Pozsonyról vannak feljegyzéseink, de arról se túl sok egyébként, de ami feljegyzésünk van a történelmi Magyarországon területein lévő polgári vívásról, az gyakorlatilag megegyezik azzal, amit nyugaton Mit én ettől nyugatabbra találunk, tehát nagyon hasonló vagy ugyanaz tűnik elő, hogy hogy működött ez a dolog. És ez úgy kezdődött, erre egészen konkrét kutatások voltak már, hogy így a 12-13. század derekán, amikor a polgáriasodás elkezdődik, akkor a városok, vagy a városiasodás komolyabban is akkor kezdődik el igazából, akkor a városi milíciák azok, amik elhozzák a vívást, a vívás, vívóiskolákat igazából, mert <coughs> ugye ki kell állítani a városnak egy saját milíciát, egy saját sereget, ha úgy tetszik, és ezt bizony a céhekkel fizetteti meg. Tehát azt mondja, mit a pékek céhének, hogy pékek, itt vagytok a városban, 20, állítsatok ki öt embert. És akkor ők fogták magat, és kifizettek öt embert, hogy ti zsoldosok menjetek vívni. És akkor így, az az öt darab zsoldos, nagyon vicces, de szó szerint péklapát jellel a melkasukon, mentek szépen védeni a várost. Na most. Ezek a miliciáknak előírták, hogy tanuljanak. És ezeket a miliciákat vándor vívómesterek oktatták és ezek voltak az első edzések, ezek nem voltak nyilvánosak eleinte. Tehát nem arról volt szó, hogy fogta valakit valaki, és akkor elment edzeni, mert úgy volt kedve, hanem arról van szó, hogy konkrét kiképzést kaptak a városi miliciák. És akkor ennek a keretén belül jelentek meg az egyrészt a vívó, tehát az igény a vívómesterekre ekkor növekedett meg úgymond, ekkor kaptak olyan renommét hát korábban 11.-12. századi vívómester feljegyzésekben alávaló útonállóknak nevezik őket. Az a fajta tisztelet, ami mondjuk Lichtenauer tövezi övezi még 200 évvel később, vagy 70 évvel később, az, az ekkoriban kezdődik el, hogy igen, ez egy nagy tiszteletre méltó ember, aki eljön és megtanítja bocsánat a fiainkat vívni, akik a falon fognak utána szolgálni. És akkor ezek azok az edzések, el, amikhez elkezd kap, uh, bejárni maga a pék is. Hát most elnézés, de fizetek, én mondjuk a pék mondjuk, öt embert fizetek, ők edzenek, hát akkor nekem is van egy kardom, elmegyek, aztán gyakorlok én is. És ha én elmegyek gyakorolni, uram, bocsa, akkor szemben a hurkás is el fog jönni gyakorolni. És akkor ebből lesz az még húsz évvel később, hogy akkor már kezdjünk neki örülni is, hogy megyünk edzeni. És én nagyon előttem van az a kép, hogy már így nézi az óráját, a homokóráját, vagy a napóráját, a pék, hogy így itt a félőt, és már nézzek ott a falon, és akkor lehúzza a rót utolsó vendég, ott besegyere már, leveszi a kalót, és megy ki az utcára edzeni. És jön szemben a kurkaárus, már ott van a vállán a kard, és mennek szépen a terembe vívni, és azt is tudjuk egyébként, hogy ehhez, ez nem csak előírta a városi tanács, hanem a rendelkezésükre bocsájtotta, általában a, fő termét a városházának. Ott voltak az első ilyen vívó oktatások. Ez, ez korban hol vagyunk most, 4. század környéken? Az de, de még említetted, hogy 11. 12. százból is van feljegyzésünk vívómesterekre, akik alávaló utanálók. Így van. Az első válasz az az, hogy 13.-14. század környékén vagyunk, amikor azt mondom, hogy így megjelennek ezek a, ezek a protoiskolák, az pedig, hogy korai vívómestekről feljegyzés, azok pedig ö, elsősorban német nyelvű forrásokból kerültek elő, amikor gyakorlatilag a, a, egy, tehát, hogy mondjam, egy lapon említik őket a legalávalóbb utcazenészekkel, a legalávalóbb ilyen utazó haramiákkal, és hát nyilvánvalóan most őszintén ez a korai közép, vagy ez, a, ez a, tehát a, ez a, köz, a az újkor, a kora újkor előtti időszakban nagyon nehéz megélni, ugye nincsenek még úgy kilakulva a szakmák, amik pénzt hoznak, mert az ember vagy magának termeli meg, vagy olyan céhes környezetben van, hogy egy, egy utazó ember, aki egyik városból a másikra megy, ő most honnan szerezzen pénzt, hát nyilvánvalóan lopni fog, ha nem tud máshogy. Tehát én el képzelni, ezek a korai vívómesterek bizony, hát szembe jött az ember, beverték a fejét és elvették a pénzét, igen. Kicsit más üzekre emezve, ö, nem tudom mennyire, még, még először azt, hogy nálatok vívás közben mennyire van jelen mondjuk a, az erőből való vívás, mennyire visztek be elő, erőből az ütést, vagy mennyire inkább jelzésértékű egy találat, mennyire mentek rá a technikára. Hogy, hogy vannak ezek az arányok? Hivatalosan azt mondanám, hogy a, a válasz, az összlet, összedett a válasz. Erő nélkül nem lehet vívni, gyengén nem lehet vívni, már csak azért sem, mert hogyha az ember kiáll és hagyja magát, hogy üssél meg, egy karddal ki van élezve, gyengén ütsz meg, akkor, akkor se tudsz megölni, ha nem védekezek. Tehát azért valamennyi erő kell hozzá, kell hozzá kiállás, kell hozzá egy olyan, egy olyan erős, ö, statikailag helyes alapállás, egy olyan belevitt dinamika, amitől az a valami működik egyáltalán. Tehát egy ilyen alapvető erőről beszélünk, ami a a vívásnak vagy a harcnak egy követelménye. Ezen felül nem szabad belevinni erőt. Tehát az, hogy kifejezetten fogom, és én most teljes erőből ütök, hát az a legnagyobb hiba lenne. A, a, az erős izom, az lassú izom. Lazaság kell, sebesség kell, gyorsaság kell. És a legfontosabb képesség talán ugye a vívásban az, hogy felismerd a helyzetet, tudjál rá reagálni. Reagálni eleve csak akkor fogsz tudni, hogyha a súlypontot helyes. Tehát az, hogy helyes alapállás, helyes technika kell, hogy tudjál változtatni irányt, mondjuk jobbról akarok ütni, de látom, hogy nem működik, és ezért mégiscsak balról ütök. Ez, ez olyan típusú készség és képesség kell, amit erőből nem lehet végrehajtani. Ha erőből csinálom, akkor visz a lendület, nem fog tudni változtatni irányt. Tehát eleve lazán és, és, gyorsan kell vívni. Ugye mi az edzésen nem, hogy nem erőből vívunk, hanem kifejezetten kérjük, hogy ne üssék már az emberek. Ugye Engem nem érdekel, ki mit gondol arról, hogy hogy lenne korhű. Nem érdekel ez a fajta véleménye senkinek. Nekem van egy, egy, egy csapatom, ahol odajár 16-18-20 ember, akinek nekem én, én felelek az ő tepsi épségükért, és minden héten akarom őket oktatni, és nem éri meg nekem azt, hogy eltört a keze, ha, ha legalább megtanulta. Ilyen szöveget én nem engedhetek meg magamnak. Épp ellenkezőleg. Én arra vagyok büszke, hogy nálam nem kell senkit kórházba vinni. És az még hagyjám, hogy egy évet kibírok, de 13 évig akarom őt oktatni. Azt nem lehet, hogy ő ebben megsérül. Ebben nekem van egy etikai felelősségem, ezért kifejezetten igyekszünk a, a szabad vívásban kivenni azt a típusú erőt, ami lehet, hogy korhű lenne, de ugyanakkor veszélyes is a szabaduláshoz. Igen, ez valahol ugyanaz, mint amit mi csinálunk, tehát ugyanúgy uh, nem szabad, ugyanúgy kontrollált mozgásunk van, már a vikingezős gondolok. Hát igen, olyan arra gondoltam, igen, igen. Um, ne csak olyan túl a kört. <laughs> ja, igen. Um, nem is tudom, hogy de akartál valamit egyébként? Uh, igen. Na, akkor mondj. Ennek ellenére fordultak elő balesetek? Mondjuk nálatok azt látom, amennyire én beláttam, hogy ti többnyire azért egy komplexebb, sokkal komplexebb védőfelszerelésben szoktok vívni. Tehát teljes arcot fedő sisakban, kesztyű, protektorok, és többi, és többé, ami azért egy jóval jobb védelmet képes biztosítani sokszor, mint egy koraközépkori középkori páncél. Ez mennyire van jelen? És ennek ellenére fordulnak elő mégiscsak balesetek? Természetesen fordulnak elő balesetek. Ezek java része, gyakorlatilag semmi. Tehát nem érdemes, nem érdemes velem még orvoshoz se fordulni, egy-egy lila új mindenkinek előfordul meg lila köröm. Ugye, ha már körömnél tartunk, nyilván a legveszélyesebb az a kéz, tehát a kezet a legnehezebb védeni, és a világon nincsen igazán jó kesztyű. Tehát vannak nagyon drága kesztyűk, vannak elég jó kesztyűk. Nekem például még mindig az jön be, hogy megveszem a lehető legolcsóbb lakroszt, és én azt felerősítetem a bőrrel, és akkor az a bőr meg a lakrosz együtt úgy elég jó ahhoz, hogy ne legyen nekem semmi bajom, de nincsen rá végleges megoldás. Itt is a kontroll, ugye a vívásnál nagyon fontos. Tehát tittázuk. Akármibe öltözöl fel, ha agyon akarnak csapni, agyon csapnak. Ez nem kérdés. Tehát nem tudsz úgy felöltözni, hogy ne legyél veszélyben. M nincs itt a sport, ami ne lenne veszélyes. Hát a legtöbb baleset úgyis az ilyen lab labdasportoknál van. Sokat rögtünk, hogy volt egy oktatónk, aki hátörte a bokáját edzőtáborba, mert focizott. Tehát nem engedjük foci közelébe. Egy másik nem tudta megcsinálni a friskollert, mert röplabdázott. Nem engedjük labda közelébe. Tehát ezen rögünk, hogy, basz, hogy legalább, legalább kardozással törnéd már ellen, nem, mire büszkének lenne, de nem labdával. Szóval igen, a labdát azt tiltjuk ezért az edzőtáborba, ahol egyébként 200 kard veri egymást. <laughs> <laughs> Nebből kifolyólag. Hát igen, a felszerelést. De most az, van egy, egy különbséget azért tennék. A kezdő szinten, tehát így az első pár évben mi ilyen játékkardot használunk. Most nem fogom szépíteni, ez egy játékkard. Erre való egyébként hívjuk Plusinek, meg Plusboának, meg pju a párnátot gyakorló ütőkhajl rövidítve. Most Lengyelországban rendeljük őket éppen egy készítőtől, ezek úgy nagyjából olyan nehezek, mint egy valódi kard, nagyjából úgy is mozognak, mint egy valódi kard, de ilyen nagy dagat párnázás van rajtuk, tehát pont úgy néz ki, mint egy gyerekjáték, de ezzel meg lehet csinálni azt, hogy egy 200 fős csatát végigcsatázunk, komolyan, tehát nem, nem viccből, hanem tényleg, és lehet vele úgy párbajt vívni, hogy nem kell hozzá sisakot venni, ami nem egy olyan döntés, ami arról szól, hogy nem tartaná mondjuk akár az utca emberét arra készen, hogy ő felszerelésben és fémkarddal vívjon, hanem arról szól, hogy Magyarországon vagyunk, ahol erre nincs pénz. Tehát Németországban nézhet ki, úgy, egy edzés, azt mondják, hogy figyelj, edzeni akarsz hemát, gyere be, akkor fog szabad vívni, ha megvettél mindent, addig csak gyakorolj. És akkor megvetetik vele azt a 300 ezer forintos felszerelést, amit mondjuk mi hordunk, vedetnek vele gyakor, tehát fédert, gyakorló hosszú és akkor gyakorlatilag egy kezdő, az akár az első edzésén, ha megveszi, edzhet vele. Ennek én is lenni kellene, én örülnék a legjobban, ha lenne 200 beöltözött emberem ilyenből. Teljesen király. De nem lehet, mert, mert nincs rá pénz, ezért mi úgy szoktuk csinálni, hogy, hogy vannak ezek a meséltem előbb ezek a szintek, hogy van négy év, meg három év, hogy minden évben egy kicsit mást előírunk pluszban, mint egy második évben már kell egy sisak, egy vívós sisak. A harmadik évben mitén kell már ilyen, meg olyan kesztyű, meg ilyen, meg olyan melvéd, és akkor szép lassan az ember megveszi, és mire eljut odáig, hogy mit mondjuk a negyedik év végére eljut, akkor már gyakorlatilag, ha egy kicsit beletesz, akkor Tud szabadvívni fémmel. Tehát, még egyszer mondom, ez nem biztonsági előírás, nem azért van, mert azt gondolnánk, hogy a kezdők nem lennének alkalmasak fémkardó szabadvívásra. Egyszerűen, nekünk itt Magyarországon az anyagi lehetőségeink ennyit engednek, és ebből fakad ez. Na most a felszerelésünk, ami van. Na ez viszont azért szép, tehát elég jól fejlődik a világon, van vagy négy-öt forgalmazó, akik ezt komolyan veszik vannak még hibák, de most már gyakorlatilag fel lehet öltözni, tetőtől talpig úgy, hogy kifejezetten hemára való szabadvívó felszerelés fémkarthoz. Ilyet már lehet így venni ezzel a címszó alatt. Gyakorlatilag, aminek mondtam, a leggyengébb eleme még mindig a kesztyű, és valószínűleg ez is marad, amíg világ a világ. Maszkból, maszkvédőből, tarkóvédőből már vannak nagyon jók, kabátból vannak nagyon jók, és hát ezt hordva, hát szinte bárhogy lehet vívni, teljes erőből vitt. Tehát fém, amikor már ott tanul, hogy fémkarddal vívunk, az már teljes erőből valódi párharc, de azt azért érdemes tudni, hogy akit bántani le akar valaki, akkor az tudja. Tehát azért itt is kell a kontroll, itt is figyelni kell, és egy olyan fokú bizalom jelenik meg emiatt az edzésen, ami nagyon komoly bajtársiasságot kovácsol közénk. Nekem egy kicsit kötekedő kérdésem van, de lehet, hogy neked van egy megfelelő válaszod rá. Miért hívod kardozásnak rendszeresen a vívást? Miért hívom kardozásnak? Aha. Nem tudom, nem tudom, Tiernan gordóim miatt, vagy akárki, aki erről hír, de lehet, hogy a filmek miatt, nem tudom, szóhasználat. csak azért, mert rettenetesen meg tudnak rá sértődni egyes emberek egyébként, ha ezt meghallják. Jaj, de aranyosak. <laughs> ez ez, ez halál Nagyon jó. Nem, nem, tudom, tehát nem, nem tudom, de ez cuki. Tehát nincs jó kifejezésem, cuki. Tehát jó, akkor hívjuk vívásnak. Nagyjából mindegy. Aha. Jó, ez <laughs> hogy ilyen kis kötekedő volt. Nekem egy olyan kérdésem van lenne, hogy mik a jövőbeli terveid az Árszényszer, vagy a Hemán, vagy az egész Magyarországi Hemás csapatokon belül. Valami olyan jövőbeli terved, amihez sok energiát fogsz belefektetni. Hű. Jelen pillanatban lehet, hogy azt kell mondjam, hogy nincs, és csak a, a, a létezés pluszta örömét szeretném kiélvezni ebben. Ugye azt nem mondtam el az elején, hogy ugye én az egyesületünknek én 13 éve vagyok, voltam az elnöke, tehát a, a, az elnökségben, és éppen most, tehát a legutóbbi közgyűlésünkön ö, beszéltem meg azt a, pontosabban inkább úgy mondom, hogy helyet cseréltem az akkori szakmai alelnökünkkel. Most én vagyok a szakmai elnök, és ő az elnökünk, ő András Bálint, aki nagyon nagy örömömre elfogadta ezt a borzasztó nagy terhet, most ő a főnök, és log pihenni, és ez nekem nagyon-nagyon kell most, úgyhogy én ebben a pihenés fázisában vagyok, de azt gondolom, hogy maga a fenntartás akkor a héroszi küzdelem a mai viszonyok között, amit nem szabad alábecsülni. Én tudom, hogy van, tehát én is gondolkoztam így, hogy tényleg csak az volt izgalmas, ami új. Csak az volt jó, ami, ami más. Hogy akkor meguntam a fegyvernemet, hogy jön, jön a következő. Hát hány ilyen oktató, mi, mi közöttünk is hány ilyen oktató volt, aki nem bírta eldönteni, mit akar csinálni, mert annyi minden érdekelte. És éppen ezért sokszor nagyobb küzdelem az, hogy jó, akkor most ne kutassunk újat, nem kell, megint egy új fegyver, nem, kell az egyik kézben sarló, a másik kézben kapa, hanem akkor csináljuk azt, amit tenni kell, az egyszerű oktatást, ami egy hosszú távú folyamat. De, hogyha, de igazából, hogy mondjam, az Egyesületünk az folyamatosan megtartja most a mostani létszámát, én nagyon örülnék, hogyha nőne, de ez nem döntés kérdése. Tehát ha rajtam múlna, nyitnánk tíz edzést azonnal. De ugye ez kell oktató, ehhez kell hely, kellnek emberek. Befürödtünk egy csomó edzéssel, egyszerűen amiatt, hogy, hogy beletesszük az energiát, és adott helyen nem tudjuk megtartani, mert egyszerűen nincs annyi ember. Vagy olyankor, amikor az oktató nem tudott maradni, tehát hogyha az rendben vagy valaki elmegy mondjuk, mit tudom én, Sopronba tanul, mint oktató, és akkor ott oktat, de hogyha ő elmegy onnan, akkor mit csinálunk a csapattal? És akkor nem tudjuk fenntartani, mondjuk évek távlatában, mondjuk győrből járjon el valaki egy két órás után, azt nem lehet. Tehát bizony, vesztünk el így néha-néha csapatot, úgyhogy én igazából, hogyha valami tervet mondhatnék, talán a fenntartáson kívül, ha nőnénk, az jó lenne. Minél több csapatot tudnánk nyitni. lassan az végére ö, értünk. Nekem még egy végső kérdésem lenne. Kikérdeztük a véleményedet a, a Buhultról, és szeretném kikérni a véleményedet. A... Épp ma beszéltük el Ádámmal, hogy nincsen igazából jó szó arra, arra a stílusra, amit, amit mi csinálunk. Nagy vonalakban szerintem úgy tudnám definiálni, hogy mondjuk a volini stílus. Nem tudom, ez mennyire van meg neked. Ind Indettél, hogy nincsen. Ö, Hogyha röviden akarnám összefoglalni, ez mondjuk a, a, a viking hagyományőrzés. Tehát az a fajta hagyományőrzés, amikor a, a srácoknak a nagyja fémsisakban karddal, pajzsal vív, akár-akár több százfős csatákat is, mondjuk egy, egy volini csata egy ilyen 600 fős csata. És ö, itt azért elég sokszor benne van a, a full kontakt harc is. Nem tudom, láttál-e -e ilyet, már találkoztál-e ilyennel? Igen, hát így ismerem a Vojni rendezvényt, nem voltam ott soha. Hallottam nagyon szép sztorikat, láttam nagyon jó felvételeket. A megmet jobban érdekelt régen van egy hasonló, van több hasonló csata, ami viszont gótikus páncélos Ausztriában. Most meg nem mondom, hogy hol egy évvel ezelőtt még tudtam volna rá a választ, de annyira kikerült a fókuszomból, hogy most nem tudom ezt így hirtelen előhúzni. De lényeg, hogy, hogy vannak ilyenek, ilyen valódi full kontakt hát nagyon tetszik, őszintén tetszik. Imádom, a fejemben ott vagyok, tehát a terveim között a, a megvásárolandó dolgok között ott vannak a páncélok, a felszerelések, a rengeteg út, ahová el akarok jutni, a rengeteg csatamit már akarok én is vívni, de valószínűleg nem lesz rá minden lehetőségem, de én nagyon tisztelem ezt, imádom, és a stílusról meg beszéltünk az elején, ugye, hogy én, én hiszek abba, hogy ennek egy, egy, jó része, amit ott az ember láthat, az, az, valódi. Tehát pusztán amiatt, hogy ez már annyi éve van, amiatt, hogy látszik, hogy mi működik. Nagyon homlok egyenes, nem lenne más. Hát időgéppel visszaugranánk a vikingekhez, nem kezén kerülni. hogy ez nem is pajzs, hanem sisak. Úristen, hát mindent rosszul tudtunk. hogy az, hogy hú, hát a pajzsal, hát figyelj, mit nem is főznek benne. Tehát nyilvánvalóan tudjuk, hogy mire való a pajzs, tudjuk, mire való a kard, nyilvánvalóan egyik a másikkal kompatibilis, egyik véd, másik támad, és akkor na jó, a nagy újdonság, hát tud a pajzs is támadni, hú, ez fantasztikus. Meg van azért egy-két technika, amit úgy át lehet emelni, az ökölpajzs, kard kombóból, viszont már van vívókönyv, át lehet emelni mondjuk a nagy pajzsra, akkor van egy-két trükk, amikről ugye olvashatunk, ez a biztos mindenki tudja már, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy honnan van az a trükk, amikor a pajzs egyenesen nyújtom előre a körülakú pajzsot, és el tud fordulni, ugye tud befelé fordulni, vagy kifelé, és ha rájut az illető, akkor ugye befordul a pajzs, és pofon veri a másik oldala, és akkor el tudod fordítani a pajzsot. Ezek a tipikus ilyen, amiket én láttam a viking harcmészetekből, bemutatóba. Ezeket ilyen szágák írják le. Tehát ez nem vívókönyvből van. És emiatt van az ugye, hogy festik ilyen mindenféle formák, de egyrészt azért ne lehessen látni, hogy hol, van, hol megy ugye a fa, hogy ne tudják széttörni a pajzsot, de amiatt is ne lássák, hogy tartod éppen a markolatát. Hogyha viszintesen akkor föl lefelé tud mozogni, ha függőlegesen, akkor pedig oldalra tud mozogni, és az ugye meg befolyásolni fogja azt, hogy hogyan fog ellentámadni az illető, és innen jön az ugye, hogy nem szabad igazából megütni a pajzsot. Tehát nem ütjük meg az ellenfél pajzsát. Na ez az egy dolog van, amit, ami a, hát legalábbis Magyarországon a korai hagyományőrzésben annak idején mi úgy, úgy, kritikát megfogalmaztunk magunknak, hogy abból állt, hogy pajzs, véd, üt, véd, üt, véd, üt, véd, üt, véd, üt, véd, 32-szer bemutatón. És akkor akinek előbb eltörik a pajzsa, az veszít. Na, ezt nem tartom nagyon sokra. De éppen emiatt, és talán ezt uh, lehet, hogy jobban elő kéne hozni, hogy nem nagyon verjük a pajzsot, mert nagyon veszélyes, mert a pajzskontakt én úgy hallottam, tehát ez nem az én saját tudatásom, hanem uh, így pont Dijonban bemutatókról és uh, ezzel foglalkozó oktatóktól hallottam, hogy a pajzskontakt az hasonlít a kardérzékhez. Tehát ha pajzsomhoz ér a kardod, mondja ő, akkor már érzem, hol vagy, akkor már tudok ráfordulni, le tudja csukni, ki tudja zárni valamelyik oldalra, és azért ameddig lehet, ezt elkerülik már hogy állítólag ezek. Valdman Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ezzel a műsorunk végéhez értünk. A stúdióban voltak Bányi Ádám. Sziasztok! Valdman Szabolcs. Sziasztok! Jó magam pedig Mester János. De ezzel nem zárjuk le. Még, mert Szabolcs hozott nekünk még egy zeneszámot. Ugye végére, mivel örvendezted meg a hallgatóinkat? Bordó sárkány világfa. Hát, srácok, ez, ez a szám, ez úgy meg van írva, ez annyira jó. Mi ugye az edzőtáborunkba szoktuk őket hívni, ilyen nagy táncos, kardos mulatság keretében erre a zenére vegyük meg egymást. Jó, és szokták is nekünk ezt játszani, én ezt nagyon kedvelem, ez egy igazán kitűnő szám, és nagyon sok szeretettel küldöm minden hallgatónak. Autróként szorjunk tehát Bordó a világfa.